Roska Tamás, villamosmérnök akadémikus. Fő kutatási területei a neurális hálózatok, nem lineáris rendszerek és hálózatok, a vizuális információfeldolgozás, valamint a celluláris szuperszámítógépek. Diplomáját a BME villamosmérnöki karán 1964-ben szerezte. Először a Műszeripari Kutatóintézetnél dolgozott, majd a Távközlési Kutatóintézet TÁKI tudományos főosztályvezetője, később tudományos főtanácsadója lett. 1982-től a TAKI tudományos tanácsadója. 91-től az intézet duális és neurális számítórendszerek kutatólaboratóriumának vezetője, majd kutatóprofesszora. Az egyetemi tanári kinevezést 1990-ben a Veszprémi Egyetem mérnöki karának automatizálás és informatikai tanszékén kapott. Az egyetem műszaki informatikai részlegének alapító szakvezetője volt. 1997-ben lett a BME egyetemi tanára. Kiemelkedő iskolateremtő munkát is folytatott. 1989-90-ben a Veszprémi Egyetemen megszervezte a műszaki informatika szakot, majd 98-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai karát, melynek 2006-ig alapító dékánja is volt. Jelenleg a kar prodékánja és a doktori iskola vezetője. Évek óta a TAKI tudományos tanácsának elnöke. Kutató munkája is rendkívüli. 1974-ben, illetve 1989-től évente a Berkeley Kaliforniai Egyetem vendégkutatója volt. Az 1980-as évek végén Leoncsúva professzorral együtt kifejlesztette a cellulális neurális hálózat nevű biológiai inspiráció áramkört, melyet kutatócsoportjával azóta is folyamatosan továbbfejleszt. Éveken át az IEEE Transactions of Circuits and Systems szakfolyirat főszerkesztője is volt. Több mint 200 publikációja és 4 könyve jelent meg. Szakterületének kiemelt folyiratában az elmúlt 15 év egyik legtöbbet idézett kutatója. Számos kitüntetésben részesült. 1994-ben a Széchenyi díjat, 2007-ben a Prima díjat, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Csillaggal kitüntetést, valamint ugyanebben az évben munkássága elismeréseként megkapta a polgári személynek adható legmagasabb egyházi elismerést, a Nagy Szent Gergely rendet 16. Benedek pápától. 2013-ban a Löweni Katolikus Egyetem díszdoktorává is avatták. A Műszeripari Kutatóintézetben kezdtem dolgozni az egyetem elvégzése után, 1964-ben, és nagyon érdekes módon rövidesen egy olyan kérdéssel találtam szembe magamat, amelyiknek a megoldásához a számítógép abszolút fontos volt. Ez pedig az áramkörök, az elektronikus áramköröknek a szimulációja. Ugye ez volt az, amikor a integrált áramkörök berobbantak, és így tovább. És nagyon érdekes, hogy épp ebben az időben jött be Magyarországra az első, mondjuk így, megbízható számítógép. Ez a GIR számítógép volt, és a SZÜV-ben, ugye a számítástechnika és ügyvitel szervező vállalatnál kezdett ez működni, és ott előkészíthettük, Algolban írtuk a programokat. Ez egy nagyon intelligens, magas szintű nyelv volt, és ott voltak kollégák is, akik a programozásban jártasak voltak és segítettek abban az időben, hiszen akkor egy kicsit a gép közeli dolgokat, azokat ők tették hozzá, és így kezdődött. Tehát végül is akkor egy jó egy év alatt kifejlesztettem, megcsináltuk ezt az áramkör szimulációs programot, amelyik részben értékekkel, tehát áramköri paraméterekkel, részben pedig szimbólumokkal is tudott dolgozni. Ez nagyon érdekes gondolat volt abban az időben, hogy lehet-e ezekkel a számítógépekkel, ezekre a lényegében bináris és összeadó szorzóosztó kivonó számítógépekkel egyszerűen vagy egyszerűbben szimbolikus eredményeket, tehát az áramkörök úgynevezett transfer függvényeit, ezeket a függvényeket hogyan lehet szimbolikus módon meghatározni, és akkor volt egy javaslatom erre, aztán publikáltam is,
nevezetesen, hogy az áramköri elemekhez prímszámokat rendelek, és mivel tudom előre, hogy milyen fajták lesznek a függvények, lényegében ezekkel a prímszámokkal és a prímszám faktorizációval lehetett meghatározni a transzfer függvényeknek a szimbolikus dolgait. Hát ez volt talán az első találkozásom a számítástechnikával, és szerencsémre mondom, ez már, ez a Dán, ez a GIR számítógép, ez már valóban egy civilizált számítógép volt abban az értelemben, hogy nem kellett folyton javítani. Mikor átmentem 1970-ben a Távközlési Kutatóintézetbe, Csürgai Árpád professzor úrnak a akkor kibontakozó, nemzetközileg is nagyon jelentős főosztályára, akkor kezdtem intenzívebben foglalkozni a nemlineáris áramkörök és rendszereknek az elméletével. És ez a munka azután vezetett el olyan kérdéseknek a megválaszolásához, amely úgy mondjuk, hogy kvalitatív elmélet, tehát ezen bonyolult nemlineáris áramköröknek a kvalitatív működését meghatározni, anélkül, hogy végigcsinálnánk a szimulációkat. Hát ilyen például, hogy vajon az, amikor egy nemlineáris differenciál egyenletet, amely leírja ezeket a nemlineáris áramköröket, ezeket elkezdjük numerikusan integrálni, akkor vajon biztosak leszünk abban, hogy amit kiszámolunk, az az lesz, ami a valódi megoldás? És akkor merült fel egy-két olyan kérdés, amit azután később részleteiben is vizsgáltam, hogy bizony ez nem mindig így van. Tehát amikor ugye tranzisztorokban megfelelő összekapcsolásokkal mi negatív meredekségű karakterisztikákat is tudunk csinálni, akkor bizony vannak olyan esetek, amelyekben az akkor kibontakozott, nagyon hatékony numerikus integráló módszerek, amiket implicit integráló formulának is neveztek, azok bizony több megoldás közül az egyiket számolják. Ez egy nagyon újdonság volt abban az időben, és amikor 1971-ben Ernie Kuh professzor úr meghívott Berkeleybe egy tanulmányútra, egy ilyen látogató, kutatói pozícióba, akkor már ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, és egy konferencián találkoztam vele. Aztán az akkori világnak a természetéhez tartozott, hogy nem mehettem ki, csak bizonyos idő után. Ennek a története nyilván nem ide tartozik. Lényeg az, hogy 1974-ben kimentem Berkeleybe, akkor ezek a kvalitatív elméleti eredmények már egyrészt kezdtek a kinti gondolkodásomban összeállni egy úgynevezett realizálható, a nemlineáris áramköröknek egy úgynevezett realizálhatósági elmélete felé. Tehát azokat a feltételeket kerestem, hogy milyen tulajdonságai kell legyenek a tranzisztor modelleknek és az összekapcsolási modelleknek ahhoz, hogy biztos jó eredményeket adjon a szimulátor és maga a kialakuló egyenletrendszer. Nem sokára, egy-két év múlva beindult itt Magyarországon az úgynevezett LSI Kft., ami azt jelentette, hogy a Large Scale Integrált Áramköröknek a kutatás-fejlesztési társulása, ez négy intézmény, köztük a Távközlési Kutatóintézetnek volt a társulása, ott az én feladatom volt a tervezési tímnek a vezetése, és ezek a dolgok érdekes módon egyszer csak nagyon fontosak lettek éppen ezekben a munkákban, ami azután elvezetett sok helyen a világon abban az időben az első igazán
hatékony mikroprocesszor, az Intel 8080-nak a megjelenése után, ami 1974-ben volt egyébként, akkor, amikor Berkeley-ben voltam, és ez volt az, aztán elterjedt az egész világon, és akkor nagyon sok helyen, szinte szerte a világon próbáltak ehhez hasonlókat csinálni. Ebben a magyar LSI Kft-ben is ez a nagy tím, nagyon sokféle, sokrétű a anyagtudománytól a méréstechnikáig együtt benne voltak sokan. Sikerült a egyébként Sivos Zoltán és Keresztes Péter voltak a tervezői ennek a 8 bites mikroprocesszornak, sikerült ezt megcsinálni és működött. Hát ez is egy érdekes, izgalmas hát része volt a munkáimnak. Olvastam a Hámori József professzor úrnak, agykutató professzornak azt a könyvét, került a kezembe, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Ez lényegében arról szól, hogy az idegrendszer, az emberi idegrendszerben, ugye van az agy, idegrendszer, agy, elme, lélek, tehát ezek különböző entitások, nyilván összekötve, de az agyi szinten, és bizonyos értelemben a mentálishoz is kapcsolódva, van az emberekben egy különleges, úgynevezett laterális megosztás. A jobb félteke, bal félteke. Röviden úgy fogadnám össze, hogy az emberek nagy részében a bal oldalon van az úgynevezett beszélő félteke, a verbális, logikai gondolkodás, következtetés, és a jobb oldalon van az, amelyek a téridőbeli dolgok, beleértve a melódiák, képek, és így tovább, tapintás. És ennek a kettőnek egy csodálatos együttműködése, amely az agyban a két félteke között 200 millió összekötetéssel a bizonyos corpus callosum, ez a kettőnek, ennek a logikai és a másik tipikusan analóg téridőbelinek az össze. Hát ez engem nagyon-nagyon megérintett. Azt kell mondjam, hogy a számomra egy korszakváltásnak a kezdetét jelentette a számítógépről való gondolkodásban. És akkor nem sokára publikáltam egy dolgozatot, hogy egy duális számítógép architektúráról, ami ezt a kettőt a konkrét modellben, a logikai Neumann-féle modellnek és ezeknek a tömb számítógépeknek, ezek a neurális számítógépeknek nevezett dolgoknak egy kicsit továbbfejlesztett változatát jelenti. És a lényege ennek a kettőnek az együttműködése volt. És ezt 88-ban publikáltam nemzetközi konferencián Bécsben, ami aztán könyv is lett, és 88 nyarán, ez 88 elején volt, 88 nyarán Leon Chua professzor, akivel 74-ben, Berkeley-ben találkoztam először, és közben leveleztünk, konferenciákon találkoztunk, ő jött ide Budapestre egy konferenciára, leültünk beszélgetni. Én elmondtam, mit csináltam a legutóbbi egy-két évben, ez a duális számítási struktúra. Ő elmondta az éppen publikálás előtt álló, nagyon fontos, később egészen korszakalkotó cikküknek az összefoglalóját, ez a bizonyos celluláris, neurális hálózat, ami persze mindig itt a neurális idézőjelbe kell tenni, inkább celluláris, nem lineáris hálózatnak mondjuk ma, ennek a különlegességeit. Tehát itt a dolog lényege, hogy az összekötetések, nem minden mindennel van, ami integrált államköröknél amúgy is lehetetlen megvalósítani, bizonyos méreten felül, hanem lokálisan, úgy, mint a retinánkban például. Tehát van egy receptív mező, minden egyes neuron a szomszédaikkal egy kis környezetben, ezt hívják receptív mezőnek, egy kis környezetben van interakcióban. Na hát,
Úgy érzem, ez volt ugye 88 nyarán, ez mind a kettőnket nagyon felvillanyozott, és szerencsémre közben megtörtént a rendszerváltozás. Én 89 nyarán mentem ki újra először Berkeleybe, feleségemmel, és ott születtek meg, kezdtek megszületni azok a gondolatok, amelyek azután a celluláris hullámszámítógépekhez, vagy a CNN, univerzális géphez vezettek 2-3 év múlva. És ekkor publikáltuk Wöhrlin, Csuha és professzorokkal hármasban ezt a bionikus szem gondolatot, hogy hogyan lehet ezzel a celluláris tárolt programozott architektúrán, mert ez nagyon fontos, hogy ez a úgynevezett CNN univerzális gép, ez egy tárolt programozott, téridőben programozott, tárolt programozott számítógép. Ugye egész e tekintetben ugye a neurális hálózatok mindig egyetlen összekötetés rendszernek a dinamikájára épülnek, itt pedig az elemi utasítás egy lokálisan összekötött hálózatnak a dinamikája, és ezt az elemi utasítást, amelyik a lokális interakció mintázat, ezt lehet programozni, és tárolni, algoritmikusan programozni. Tehát ez egy egész fontos áttörés volt. És hát aztán ebből a munkából a Berkeley-beli elméleti munkák, a sevillai chiptervezés és a Stuckey-ban kidolgozott egész új, egész az elemektől fölépített új számítástechnikai infrastruktúra hozta létre azokat a celluláris, vizuális mikroprocesszorokat, amelyek azután a 2000-es évek eleje közepe táján már elérték azt a komplexitást, hogy ebből létre lehetett hozni ilyen 16 000 processzoros kis látó, hát időtérve ez persze csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közelítő modellje a látásnak, hiszen ma is a legtöbb része a látásnak ismeretlen. Mi azt hisszük, mert ebben szocializálódtunk, hogy a mozgókép az frémekből, képkockákból áll. Nem. A semmilyen képkockaszerű darabolás, töredezés nincs a látórendszerben. Tehát képkocka, frame nélküli, ugye angolul frame lesz. Na most ebben az irányba kezdtünk dolgozni, hogyan lehet frame nélkül bizonyos mozgás elemeket, vagy tipikus téridőbeli eseményeket fölismerni. Ugye az állati világban ez nagyon-nagyon elterjedt a bizonyos. Tehát én nem, még hogyha egy videóból is jön az input, magában a processzálásban, a számításban, ezekben a téridőbeli eseményeknek a fölismerésében nem képkockákkal bíbelődök, hanem a téridőben, ez a bizonyos celluláris hullámszámítógépben, ezek egyszerre az egész teret, belátott teret jelentő dinamika egyszerre emeli ki ezt a, hogy na ez az, ugye? Hát ez egy izgalmas dolog. Egyébként az Intel cégnek egy ilyen távlati kutatási projektjébe hívtak meg ezelőtt 3 éve hetünket a világon, egy tokiói professzort, jó magamat és 5 amerikai professzort, egész különböző szakterületről, próbáljuk megnézni, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk olyan építőelemeket alkalmaznak, amelyekben az elemi kvázi neuronok, tehát az elemi processzorok, azok oszcillátorok, úgynevezett spin-tork oszcillátorok, tehát ilyen spin, picike kis nanoméretű oszcillátorok. És kiderült, hogy ez a celluláris architektúra, ha a cellák, azok oszcillátorok, és az összekötetéseket megint lehet programozni, módosítani, akkor ezeket primán lehet sok mindent számolni. Ebből lett most a
egy 3-4 évvel ezelőtt egy DARPA program, és hát ebben is részt veszünk munkatársaimmal. Tehát egész újfajta gondolatok merülnek fel magáról a számításról. Ez nem azt jelenti, hogy a klasszikus mainstream vonal, tehát a digitális processzorokra épülő, egyre több processzorra épülő aritmetika, egyebek, számítás technika nem különösen addig, amíg ez a CMOS kibontakozás működik még kb. 8-10 évig, tehát amíg a 10 nanométer alá nem mennek, hogy ennek a csodálatos nap mint napra újabb-újabb eredményei nem jönnek meg. De ennek a vége ma látszik egyrészt, másrészt pedig az idegrendszer most már biztos, hogy nem így működik. Hogy mi lesz a technológiai következő évtizednek a kibontakozása, azt ma, ha én meg tudnám mondani, akkor biztos nagyon sok tőzsde spekuláns jóra tudna tenni, de nem tudom.